Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel április 2-án jelenik meg. Ettől a naptól kezdve április 24-éig Merkur bolygó visszafele tekint. Gyakran azt szokták mondani, ó, vigyázni kell egy ilyen visszatekintő Merkur bolygónál, ne írjunk alá szerződéseket, meg ilyeneket közölnek mások. Én viszont azt mondanám, nem kell ettől félni. Egyrészt ez a visszatekintés jelenti a múltat. Lehet, hogy vannak emlékek, vagy valaki gondol rád, visszatér a múltból. Amit ez a visszatekintés még jelent, hogy tekintsük vissza, valamit át kellene még vizsgálni, és utána kell majd döntéseket hozni. Ez a visszatekintő Merkur bolygó néha fékezi az eseményeket. Ez lehet néha hátrány, de lehet egy előny is, például, hogyha meggondolatlanul hozol döntéseket, és úgy gondolod, ó, nem megy tovább, mert valamit változtatni kellene a helyzeten, a hozzáállásodon, vagy valamit át kellene még vizsgálni. Tehát ebben az esetben egy visszatekintő Merkur bolygó nagyon előnyös lehet. Ezen a napon, április 2-án a Hold egy kapcsolatban van Nunki csillaggal, a babilóniaiaknál nagyon értékelték ezt a csillagot, és jelentett egy szent helyet. És pontosan erre van most szükségünk. Egy helyre, ami erőt ad számunkra. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatait felül látjuk, ott van mozgás, előre mennek az események, de a torony lehet egy korlátozás is. Lehet, hogy nem a megfelelő időpont most valamit indítani. Tehát ez hasonló lehet egy visszatekintő Merkur bolygóhoz. Persze a kártyáknak lehet más jelentése is, mint például, hogy a torony jelent egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet, és végre ott előre mennek az események. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy fogva éreztétek magatokat a toronyban, és most lesz mozgás, lesznek változások. Mi az ő érzelme, vagy hogyan érzi magát? Az bal oldalon látható a szív és a horgony. A szív az jelenti a szeretetet, a szerelmet, kapcsolatot kettőtök között, és ez egy jó jel, hiszen ez a férfi szeret téged. Sőt, kell számára a biztonság érzete, mert ő úgy gondolja, hogy ebben a párkapcsolatban, ebben a szerelemben ő most le tud horgonyozni. A horgony nem csak a biztonság érzetét jelentheti, hanem a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy ő szívvel, lélekkel dolgozik. Vagy két téma van, ami érdekli őt. Az egyik a munkahely, a másik pedig a szerelem. Mit fog tenni? Az látható a jobb oldalon. A felhő az azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan, de a felhő az egy időkártya, és jelenthet fél évet is, hogy valami, amit átéltél fél évvel ezelőtt, az most visszatér hozzád, és lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, amire a virágcsokor utal.
Amit a virágcsokor még jelenthet, az a te szépséged, a nőiességed, vagy egy szép környezet, vagy hogy szeretnél valamit megszépíteni körülötted. Mi fűz össze benneteket, az középen látható, ez a magyar kártya, amit a férjem készített, és a rovás írás. Itt a G betűről van szó. Hogy számodra mit jelent a G betű, azt leírhatod a kommentárba. Ez lehet egy név, ez lehet egy helység, ez lehet egy fogalom is. Ami nekem úgy hirtelen eszembe jut, például Gizella vagy Géza, ha Gézáról van szó, akkor eszembe jut Hofi Géza, vagy például Gödöllő. Egy fogalom, az lehet egy gödör is, és legyünk óvatosak, nehogy beleessünk ebbe a gödörbe. Hogy neked mi jut eszedbe erről, örülnék, ha leírnád a kommentárba. Jobb oldalon alul látható a napi kártya. Itt utakról van szó, döntésekről van szó. De most egy komoly döntés előtt állsz. Lehet, hogy érzed még a felhőt, ami megnehezíti a dolgokat, hiszen valami átláthatatlannak tűnik, nem tudod hogyan tovább, melyik irányba. Pedig ez a döntés most fontos lenne, ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy lehet, hogy más úton jártok, ami a párkapcsolatot illeti. Az is lehet, hogy szeretnéd azt, hogy ő hozzon most döntéseket. Mert nincs kedved ahhoz, hogy a felhő mindig ott legyen körülöttetek, amikor valami átláthatatlannak tűnik, hiszen nem tudod, hogy mit akar. Tehát te is döntéseket hozol, vagy neki kell döntéseket hoznia. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!